Szeptemberben indul a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskolában, azaz egészségnevelési program, amely a gyermekkori elhízás ellen küzd majd. A Hozd a formád Magyarország című pályázaton nyertes intézményben a következő két tanévben még nagyobb szerepet kap majd a rendszeres mozgás és az egészséges életmód. A gyermekkori elhízás többféle okra vezethető vissza. Ezek egyike a helytelen táplálkozás, valamint a mozgásszegény életmód. A Hozd a formát Magyarország című program részeként a már működő sportfoglalkozásokon való részvétel mellett új, az iskolában eddig még nem oktatott sportágakra invitálják majd a gyermekeket. Ilyen például a tánc vagy a fitness. Szeptembertől az egészséges életmód népszerűsítésének érdekében még reformbüfé beindítását is tervezik az intézményben. Olyan élelmiszerekre gondolunk, gyümölcs és zöldségsalátákra, teljes kiörlésű lisztből készült péksüteményekre, amit saját maguk készítenek el a gyerekek itt az iskolában vagy otthon. A hosszú távú tervek között pedig az is szerepel, hogy megpróbálják majd arra ösztönözni a diákokat, hogy ne dohányozzanak, és kidolgoznának stresszkezelési stratégiákat is. Hamarosan egy sportkomplexummal is bővül az iskola, amely új lehetőséget ad a tanulóknak a sportolásra. Január 1-ével már szinte teljesen biztos, hogy használja az iskola az új sportcsarnokot. Nagyon örülünk annak, hogy ez így lesz, hiszen a nyertes pályázatunk, amit majd szeretnénk megvalósítani, sokban függ attól, hogy hogyan tudjuk az infrastruktúrát biztosítani, és ez a gyönyörű sportcsarnok biztos alapot nyújt ahhoz, hogy a megnyert pályázat alapján a Hozd a formát Magyarországért programot meg tudjuk majd valósítani. Miskolc városa a 2008. január 1-én csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez, amelynek országszerte 23 tagja van. A kezdeményezésben résztvevők szerint szemlélet és életmódváltásra van szükség a lakosság körében. Az a legfontosabb alapelv, hogy egy város lakosságának az egészségi állapota az nem annyira az egészségügy állapotától függ, sokkal inkább attól a környezettől, attól az életmódtól, amelyben a lakosság él. A Hozd a formát Magyarország pályázatra 11 város 22 intézménye jelentkezett, ebből 15 iskola vehet részt a 2,5 éves egészségnevelési országos programban, amely fél éves előkészítő munka után szeptemberben indulhat el a gyakorlatban is.